gondoltam, hogy vajon azok közül, akik egykoron, 30 évvel ezelőtt, az első Mátyásnapkor együtt ünnepeltünk valami frenetikus örömben, azok közül hányan vagyunk? És én meglepődve láttam, hogy sokan. És ez egy nagyon számomra mindenképpen. Ugyanis ez a rendezvény, ez maga a Mátyás kultusz Kolozsváron, akkoriban elég mostoha bölcsőben fogant. Ebben a városban akkoriban furcsa hangulat volt a főtéren, és volt egy társunk, van egy társunk, László Bak Anikó néni, aki a főtéren Mátyásnak a vállán nézegette a galambokat, és ebből ő azt olvasta, hogy itt lehet és kell cselekedni, és cselekedett, és azután az esztendők igazolták ők, és több száz esemény volt a Mátyásnapokon, olyan esztendő is volt, hogy volt valami 70 Mátyásnap, és az ország 10 városában. Mára megfogytunk, kevesen vagyunk. Nem tudom, hogy emlékeznek arra, hogy legelső Mátyásnapon Viski András eszmélt egyet az igazságról. Arról, hogy mi is az igazság, a te igazságod, az én igazságom, a mi igazságunk, a Mátyás igazsága is. Ez hátborzoló volt a maga nemében. András úgy nézett ki akkoriban, mint Shakespeare. Magas homlokával is. És ez a 30 esztendő, ez csodálatosan boldog volt. Nem arról szól, hogy mi Mátyást ünnepeljük. Mátyásnak minden bizonnyal a városunk legnagyobb szülötte. Minden bizonnyal volt összefüggés, nem csak a véletlen hozta azt, hogy ő itt született. Minden bizonnyal kitapogatható jelei vannak. Már a 15. századtól, hogy kultusza volt, nem csak a háznak, hanem ő neki, nem csak az eseménynek is magának, a Kolozsváron született. De ami igazán érdekes, hogy a Mátyás korában alig kétszer annyian vannak Európában, mint ma ebben az országban. És mégis van egy egység, van egy egységes kultúra. Amikor gyerek voltam, akkor Mátyás királynak egy kortársára volt egy dal, Nagykorongú felfedezi Amerikát, Amerika felfedezi a jazz muzsikát, a jazz muzsika felfedezi a basszusgitárt, a basszusgitár felfedezi a melódiát. Ezt mi nagyon élveztük, és ezek az összefüggések nagyon szorosan ott vannak mindabban, ami itt ma rezdülni fog. Az, hogy a Gregorián idején egész Európában van egy egységes nyelv, mindenütt a maga helyi színeivel is, van egy teljes egység. Így nyilván áthallanak abba, ami ma van, és értik, hogy ezt miért mondtuk. És az, ami itt rezeg, az olyan fantasztikus világról szól, az, hogy Mátyás nem Kolozsváron tisztelték, és nem csak Bécsben, hanem nem tudom, a mantovai udvarban szobra van, ahol a Claudio Monteverdi bemutatja az első apró kis többszólamú ilyen kis operájuk. És ez már nagyon szorosan összefügg azzal a világgal, amit itt hallani fognak. Ebben nyilván benne van a Gregorián, az abból származó többszólamúság, az angol orgonazene, a virginalisták, a frankoflamandok, az ő kapcsolataik az olaszokkal. Hihetetlenül szövedékes, és nagyon szépen összeáll ez a világ. A minap találtam szintén Viski Andrásnak, mert rákerestem, hogy Viski András egykoron ebben az írásában miként eszmél, és találtam egy írását, ami valahogy aktuális, és idevág, és elhoztam önöknek. Azt mondja, hogy ma az ő területén, a színházban valóságrekonstrukciókat kell építeni, mert a valóság lett a legkevésbé hihető számunkra. A valóság érzékelésünk megrodjant, és ebben szerepet játszik a médiakor. Ma már nagyon sokféle identitással bírunk. És identitásunk nagyon erősen a politikum tárgyává vált, mondja ő, és aztán hozzáteszi, hogy azokat a napokat éljük, mikor a politikumnak hozzánk illő szabadságjavaslatai vannak, nagyon sokféle, aminek azonban semmi közük nincsen a szabadsághoz. Összekötött itt három fogalmat, egykoron az igazságról, most pedig a valóságról és a szabadságról eszméletlen. És rögtön tovább fűzi, azt mondja, hogy Augustinusnak van egy olyan gondolata, hogy nagyon ilyen díjfetisizmus
Stevie, mindenben mindig díjazásra vágyunk. Mondja Augustinus, hogy van a díjazásnak, a versengésnek pozitív arca és negatív arca egyben. Hiszen a siker az egyetlen dolog, ami a létünket igazolja, és egyben teljes félreértése a mi létezésünknek. Lenne javaslatom, ha közben úgy gondolják, hogy ami megszólal, az díjazandó is tapsolnak, ezt megköszönjük, ez jól fog. Arról, ami a világban van, lehet, hogy nem is kell tudni, mert kint a tavaszban minden csoda csodát csinál, és biztos, hogy minden fizetség megtérül. Főképp azon a rezonancián, ami itt lesz. Hallottam azt, hogy mikor valaki énekel, nem csak az ő hangszálai rezegnek, hanem színazonos rezgésben, nem 441, hanem 440-szer rezdül másodpercenként a hallgatónak is a hangszála, minden hallgatónak. Azt már nem látom át, hogy a sok hangszín közül éppen mire modulál az egyes hallgató, de mi minden bizonnyal egy hullámhosszon vagyunk és leszünk. És tekintettel arra, hogy ebben a világban annyi szennyezünk, az elmúlt esztendőben nem is volt Mátyásnak. Én azt javaslom, hogy a legvégén tegyük meg azt, hogy ne tapsoljunk, hanem azt a rezgést, azt vigyük haza magunkkal, és engedjük el. Ennek átütő ereje van a világban. Legyen ez egy ilyen intenció ma este. Már csak azért is, mert például a Erdély fellegváraként emlegethető kolozsvári Farkas utcának a kövezete éppen autókra feltéve áll, nem messze Kijevtől. És ez most valószínűleg nem is érthet ide. És valahogy ennek intenciójára tegyük egy ilyen csendet a végén. Ami nem lesz gyászos, kinn a tavaszban minden csoda csodát csinál, minden fizetség megtérül. Thank you.
Köszönjük az Amadeus Társaságnak a felkérést, illetve most az elején meg szeretném köszönni a Szent Mihály Plébánia és az Egyházmegye Társaság segítségét, akik ebben a lezárásos időszakban is biztosították számunkra a szóba lehetőséget, és a mai alkalmat is ennek köszönhetően is készíthettük elő. Bevezetésként, üdvözlésként, hangulat teremtőként is három késő reneszánsz táncdalomot hallottak. Mihály Pretorius egy 17. század elején kiadott tánc gyűjteményéből. A korabeli táncmuzsika jelentőségére utal, hogy a gyűjteménynek a címe, a neve Terpsichore, vagyis maga a táncnak a múzsája. Fúria családot, szoprán, altenor, basszus fúriát és kisfúvolát hallottak, Lang virginális dolt kísérettel. A reneszánsznak a hangját próbáltuk ma elhozni önöknek. Mai műsorunkat három pillérre építettük föl, mint egy érzékeltető a reneszánsz korszak zenei életének három fontos területét is, és ezek a következők lennének. A vokális egyházi zene, mint a zenei nyelv akkori alakulásának, kibontakozásának, fejlődésének a fősodra. A vokális világi zene, az anyanyelven megszólaló, közvetlen, emberközpontú énekkultúra, és a hangszeres muzsika, mely egyrészt a színpompás és gazdag ritmusvilágú táncmuzsika, másrészt pedig a vokális zenét kísérő vagy utánozni, netán hangszerekre lefordítani próbáló és kívánó hangszeres zene. Mindből válogattunk mára. Most a következő három alkotás egyházi kórusmű lesz, tehát az egyik pillérnek a három darabja. Elsőként Lodovico Viadana, olasz mester, jól ismert, és szerintem mindenki által jól ismert, Exultate Justin Domine latin nyelvű motettáját énekei. Újongjatok az Úrban, ti igazak, dicsőítsétek őt, énekeltek neki új éneket. Másodikként Orlando Gibbons angol zeneszerző alkotását énekeljük. Gibbons a késő reneszánsznak egy utolsó képviselője, már belehajlik a barokba, és éppen ennek az időszaknak ebben az időszakban egy utolsó madrigalista is gyakorlatilag. Mellesleg orgonista, és ennek a hangszer, amit itt látnak középen, ennek a virginálnak jó mestere, virginalista. Az általunk énekelt mű már anglikanizmus jegyeit is magán viseli, és természetesen ennek következtében angol szövegű lesz. A rövid mű fájdalom, megbánás, irgalomért könyörgés és a könnyekkel átmosott érzés hangja lesz. Harmadikén pedig Jöken de Pré, német alföldi szerzőnek tulajdonított művet énekünk, címe Inte Domine Sperabi, benne bízom uram. Jöken a francia-német alföldi zeneszerzőiskola egyik jól ismert képviselője, talán az egyik legismertebb reneszánsz képviselője, akinek útja, és ahogy az előzetesben már elhangzott, német alföldről, Flandriából, Itáliába vezetett, és ráadásul Európa egyik legjelentősebb együttesébe, a pápai vatikáni kórusba került. Zárójelben jegyzem meg, hogy nevét a Sixtus kápolna kórus erkélyének falán fölkarcolva megtalálták nemrégiben. Majd többek között a Ferrarai zenei központban is megfordult, és az Itáliában ért impulzusoknak a hatására a bonyolult, polifonikus szerkesztési elv mellett feltűnik a könnyed, dallamos olaszosság is, és a ritmika is. Mindezt csak azért említem, mert a mű első olvasatra a címéből is kiindulva modettának tűnik. Viszont felépítése és a felső szólamnak a dallamossága az egy picit ezt meghazudtolja. És a madrigának az elődjére, a frotollára mutat, már is itt van a kettőnek a keveredése, az egyházi és a világinak is a keveredése. És ez még nem minden, a latin szöveg mellé ráadásul még olasz szöveg is kerül a műbe, tehát egy kicsit ilyen makaronikus nyelven fog megszólalni az alkotás. Fő pillérek, latin szövegű pillérek közé olasz nyelvű szöveg fog beiktatódni. És talán ez az utalás nem véletlen, ugyanis a ferrarai Girolamo Savonarola domonkosrendi szerzetes és reformer munkásságára és halálára is utalhat. Tudjuk, hogy Savonarola prédikátorként és egy sajátos világnézet terjesztőjeként, és a keresztény, netán az egyházi megtisztulás vagy megújulást hirdette, és ugye ennek következménye volt a pápai kiközösítés, az eretnek kinyilvánítás,
és az egyházi világi előjárók egybehangzóan Firenze központjában felakasztották és megégették. Amit a zenetörténet biztosra tud, hogy Josquinről, az az, hogy Savonarolának a gondolatai több művében visszacsengenek. Úgyhogy nem, talán ebben az alkotásban is egy picit átolás történhet. Exultate Christival indítunk. Thank you.
ilyen zenei pillérre lépünk át. Három olasz madrigállal folytatjuk. Előbb egy 4 szólamú, majd egy 5, és harmadiként egy 6 szólamú madrigált követünk. Kicsit talán utalva az egyre komplexebbé váló madrigál műfajára is. Ez a madrigál éneklés, ez tulajdonképpen a társas zenélés, a társas éneklés egyik fő formáját jelentette akkoriban. Elsőként Jacques Arcadel, egy jól ismert madrigáját énekeljük. Azon szerzőjének neve olaszosan Jacob Arcadelként vált ismerni, jelezve ismét a francia-német alföldi származást és az Itáliába történő szerződtetést. Már fiatal Itáliába került, Firenzébe, Rómába, többek között Zsöszkenhez hasonlóan ő is a Sixtus Kápolna a zenei együttesében is énekelt, sőt a fiúkarát is vezette. Arcadel a korai olasz madrigán első nagy komponistája, 16. század első felében, akkor indul a madrigán szerzés. Annak ellenére az első is egy úttörő, hogy ő nem olasz származású. De annak ellenére több mint 200 madrigált ír. A most énekelt alkotás, ha fogalmazhatok így, a kornak az egyik nagy slágere volt. 1539-ben kiadott első madrigál kötetének a nyitó darabja. Hogy mennyire közkedvelté váltak a kötet madrigáljai, és ezek között ez a nyitó darab is, jelzi az a tény, hogy a kor legtöbbször utánnyomtatott kiadványa lett, 45-ször nyomtatták a korban újra. Legtöbbször abban az időben. A madrigál címe Il Bianco e Dolce Cigno, és így kezdődik. A fehér és kedves hattyú énekelve hal meg, én pedig sírva érek életem végére. Mindenki azonnal ráismer a hattyúdal szimbolikájára, holott a mű kétértelmű boldog halálról szól. A halál itt egy rejtvényszerű allegória. A szerelemről, a vágyról, egymás karjaiban történő beteljesülésről szól. Piccola morte, kis halál. Így nevezték a reneszánsz Itáliában virágnyelvet, az extatikus szerelem beteljesedését. A madrigál második felének a szövegfordítása így szól, egy halál, mely engem örömmel és szenvedéllyel, vágyjal tölt el, és zár azzal a gondolattal, hogy én napi 1000 halállal is megelégednék. És mindezt virágnyelven, mert a művelt udvari ember számára nem volt semmi, ami tabu, viszont arra figyelt, hogy sose legyen vulgáris. Ezért bújtatott sok mindent allegóriával. Második madrigálként Benedetto Pallavicino szerelemről, udvarlásról szóló darabját énekeljük. Pallavicino, ha már említetted Arnolda, a mantovai hercegi udvarra Gonzaga kiemelkedő madrigán szerzője, pont abban az időszakban, amikor Monteverdi is ott tevékenykedett, pár évvel fiatalabb volt, sőt, Monteverdi elől ő kaparintotta meg az udvari zenei életnek a vezetői a szerepét, aztán később majd Monteverdi is átjötte. Harmadikként, ugyancsak olasz nyelvű madrigálként Giovanni Battista Mosso késő reneszánsz szerző 6 szólamú madrigáját hallhatják. Mosso, aki Claudio Merulo és Orlandus Lassusnak a tanítványa volt, és a munkássága ennek következtében szintézisben egyesítette az olasz, könnyed dallamosságot, ritmikát, táncos jelleget és a német alföldi stílusnak a bonyolult polifóniáját és a szövetszerkesztését. És ezt a világi alkotásaiban is ezt az ötvözést megtaláljuk. Munkássága fontosabb helyszínei München, Velence, Padova és még egy, amiről mindjárt említést teszek. 3 kötet 5 szólamú madrigált szerzett, egy kötet 5 szólamú motettát és egy kötet 6 szólamú madrigált. Az érdekesség és ami miatt ma mi ezt a 30. kolozsvári Mátyás napokon énekeljük és eredetileg a Mátyás szülőházába szántuk, az az, hogy Mosto a zeneszerző Bátori Zsigmond erdélyi fejedelem gyulafehérvári udvarában tevékenykedett. 5 éven keresztül hangszeres muzsikusként és zeneszerzőként. És nagyban hozzájárult az akkori udvar zenei életének az alakulásához, fejlődéséhez, ismerté válásához, aminek következtében például Girolamo di Ruta vagy Filippo de Monte híres korabeli zeneszerzők is felfigyeltek a Bátori udvar zenei életére. Az általunk kiválasztott madrigál ehhez az időszakhoz köthető. Bátori Zsigmond rendelte tőle, neki szól a dedikáció is, így érthető, hogy a 21 madrigálból álló sorozat a gyulafehérvári madrigálok címet viseli. És talán mi énekeljük itt Erdélyben először, keletkezésük 1595 óta, ami már több mint 425 éve, ha ugyan egyáltalán akkor itt Erdélyben egyáltalán fölcsendül. Az is lehet, hogy nem, mert Mosto
95-ben komponálta, 96-ban meghalt, és 1600-ban jelent csak meg nyomtatásban német alföldön. És a kórusnak sem mondtam még, de most mondanám, hogy a mű végén megjelenő kórusokat említett fanfár, az a Konunzol Guardo, amire mindig kérlek titeket, hogy figyeljetek, nem indokolatlanul került be a műbe, ugyanis Moszkó egy harsonaművész mai szóval, korabeli kornetten, szákonton, ugye harsonának az akkori változatán játszott, még Münchenben Lassus keze alatt is ezen a hangszeren játszott, ebben a minőségében tevékenykedett. És hogy miről szól a madrigál, így kezdődik. Édesen énekelt napfelkeltekor egy fiatal pásztor, kit megsebzett a szerelem. És az álló fanfár pedig így szól: az én kedves Likóri minden szíve elemészt, gyönyörű szemének egyetlen pillantásába. Il bianco dolce cinno. Yeah.
hogy épp a szerkesztés módjának a bonyolultságát a következő három modestával szeretnénk bemutatni. Angol szerzett tollából keretkeztek ezek a művek. Elsőként Christopher Tye egy rövid latin nyelvű modestáját énekeljük, címe Laudate Nomen Domini. Ezt követően William Byrd két ugyancsak latin nyelvű ötformú modestáját fűzzük egybe, és ezeket megszakítás nélkül is fogjuk énekelni, hiszen az ószövetségi sorok zenei feldolgozásai azok összeillenek. Bert a két modettában, amit énekelni fogunk, Izaiás próféta könyvének pár során zenésíti meg. Így hangzanak ezek a sorok. Ne haragudj ránk annyira, Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Íme, nézd, mindnyájan a te néped vagyunk. Szent városaidat lerombolták, Sion pusztává lett, Jeruzsálem elhagyatottá. Kicsit talán napjaink aktualitására is utalhatnak. Ha a szöveg üzenetét olvassuk, világos a gonoszság, pusztítás, bűnösség, veszteség alapgondolata. Mégis a zene több, mint a szöveg alaphangulatának a tolmácsolása. A zene meg tud tenni olyat, amit a szöveg vagy a folyamatos beszéd nem. Egy példát hoznék, amire kérném, hogy figyeljenek föl. A második modetta egyik szövegrészlete az, hogy Jeruzsálem elhagyatottá vált. A zeneszerző azonban megáll, és a zene időkorlátai közé szorítható időtlenségbe teszi a Jeruzsálem szót. És érzékeltetni tudja, hogy mi a veszteség, hogy mit jelent neki Jeruzsálem. Egy magasztos, felemelő, fényt megjelenítő polifonikus szövető részben tárja elégetnek a szónak, vagy névnek az értelmét, a minőségét. Mintha egy paradicsomi idill egy mennyországot ábrázolna, hogy utána elmondhassa, nos, ez az, ami pusztává és elhagyatottá válik, ez az, amit elveszíthetünk. Laudate Nomen Domini.
következnek angol és német nyelven. A zeneszerzők a korszak legkiemelkedőbbjei: John Dowland, Thomas Morley, Thomas Wilkes, Hans Leo Hassler. A művek a szerelmi vágyakozásról, nem a csalódásról, vagy a szeretet kedvessel való találkozásról, az ő megajándékozásáról, vagy a szabadban történő közös együttlétekről, a természet dicsőítéséről, vagy éppen a tánc, a közös felszabadító együttlét öröméről szólnak. Elsőként John Dowland jól ismert Come Again, Gyere ismét című művét halljuk. Rémán Roland Robert és Fehér Árpád előadásában először el fog hangzani az eredetie, ugyanis a mű egy lantra, lantkísérete szólódalként született meg, később küldette át ugyancsak a zeneszerző madrigálként, madrigál formájában az alkotást. Úgyhogy az első szakasz lantkíséretes szólódalként kerül föl. To touch, to kiss, to love.
vokalitás jegyében fogan hangszeres művek következnek, ugyancsak John Dowland-től. Mm-hmm.